2019. november 14-e, csütörtök, 1:45 van, végre elállt az eső, úgy gondoltam kicsit kijövök biciklizni, már felszáradt az aszfalt. Most Drávaszabolcs mögött vagyok, elhagytam Drávaszabolcsot, és megyek kifele Drávaszabolcsi határátkelő felé a Dráva töltésre, és most nem Kesélyös puszta fele fogok fordulni, hanem majd Kémes felé. És már hűvösebb idő van. Körülbelül ilyen 10-12 fok lehet, de szerencsére szélcsend van. Ez a kimondottan csendes őszi idő van. Szép őszi színek. És újra itt vagyok az elágazásnál. Itt a tábla is. Most nem Kesélyösfa puszta irányába megyünk el balra, hanem jobbra megyünk, Majlát puszta Kémes irányába. Három folyó túraútvonal, Ősdráva kerékpárút. És haladunk tovább egyenesen. Ide érünk a kereszteződéshez. Jobbra Dráva Szabolcs, balra a határátkelő, de mi egyenesen megyünk tovább. Kémes felé. És itt egy csatorna mellettem, talán a fekete víz lehet. Sajnos nem pont ideális a fény, de remélem azért látszik valami a kamerába. Megálltam egy pillanatra, ezt meg szeretném mutatni, talán jobban látszanak így a felvételek. És lejövök a töltésen. Egészen ilyen zöld a tetején, nem tudom mi lehet, ez békalencse vagy alga. Azon a hídon mentünk át múltkor a Dráva folyóhoz. Vissza a bringához. És megyünk tovább. Kerékpárúton. Ami igazából egy Dráva töltés, autók nem nagyon jöhetnek be, csak engedéllyel, illetve a vízműnek a gépkocsijai. Ehhez képest sok mindenki itt jár. És már is itt van egy vízügyi létesítmény, egy valami zsiriprendszer lehet. Le is teszem itt a kerékpárt. És mögötte a töltésnél megnézem a patakot. Íme a gát. Lemegyek hozzá kicsit közelebb, de a kerékpárt hozom.
Jobb, ha a kerékpár szem előtt van. Hangulatos ez a rész. Na, nézzük meg közelebbről. És itt a víz. És ez itt egy nagyon szép rész. Csak az a baj, látok itt ott szemetet a vízben. Ez tényleg egy szép hely. Ez a töltés másik oldala. Közben közeledik felém egy furcsa szerkezet. Szerintem ezzel szedik a cukorrépát. Mellettem ez a csatorna, ez a fekete víz. Csatorna mentén itt-ott horgászok. Hát nem nagyon kapkodják a botokat. És hűvös van, fel kellett húznom még egy pulóvert. 10 foknál szerintem nincs több. Kamerázás visszafelé. Valamivel talán így jobb a fényviszony. És haladok tovább ebben az irányba kémesnek. Egy pillanatra ismét megálltam, visszafelé kamerázok. Előttem egy híd, és mellettem balra
patak túloldalán az ősdráva látogató központ. Fel is megyek a hídra egy pillanatra. Ebből az irányból jöttem. Szép békésen folyik a patak. Ez már nem békalencsés, nem algás. És az előbb, amikor tekertem errefele, még ugrott is egy hal benne, csak úgy csobbant. Itt vannak balra kupacokban. Várják az elszállítást. Elég magas. Van vagy 2,5 méter. Szépen felhalmozták ide őket. Hát ezek azok. Folytatom az utat ebbe az irányba, Kémes felé. Eddig jöttem 10 km dráva Szabolcstól. Ott is egy szép kerékpáros pihenőhely. Csak az a baj, hogy szórt kavicsos, azért nem mentem oda. Mindjárt megérkezem Kémesre. És előttem Kémes. Töltés jobb oldalát szintén tehenek. De majd mutatom őket közelebbről is. És itt a töltés, erre előbb lemegyek. Tehenek megvárnak. És íme, itt a víz. Én majd fölmegyek arra a hídra is, onnan is csinálok egy felvételt. És itt visz végig a kerékpárút a töltésen. És a patak után most megnézem a szarvasmarhákat.
25%-os nagyítással. Kémesi gátőr járás vége. Szegény tehenek bőgnek, éhesek már nagyon biztosan. És az előbb ott voltunk, annál a lejárónál. Olyan, mint a semmi nem lenne köztem és a tehenek között, de van egy vékony kis villanypásztor. Lassan elindulok vissza. Viszlát, tehenek! Fölmegyek újra a töltésre. Ezen a ponton folyik össze a két patak. Tudom közelebbről. Mi most ennek a pataknak a mentén jöttünk. Elkanyarodok az útról, vissza a hídra. Hamarosan kell akkumulátort cserélnem. Lemegyek oda a kerékpáros pihenőhöz. Ott megejtem. És kanyarodok erre. Ajjaj! Minden kavics! Hasonló a gyöngykavicshoz, annyi kicsit nagyobb szemű, de elég mély. Jobbnak tartottam leszállni a gépről. És mindjárt itt van a pihenő. Lejöttem a kavicsról, és itt is vagyok a pihenőnél. Ez egy jó nagy pihenő, sok embert képes befogadni, és az előbb eljöttem csap mellett is, tehát ivóvíz is van. És teszem ide a kerékpárt. És a pihenő mögött van egy kis tó is. Ó, meg egy jó pofa stég. Oda le is megyek mindjárt. Előttem egy tűzrakóhely.
micsoda, talán még létre is van itt. Akár itt fürödni is lehet nyáron. Itt ki van hagyva a korlát, ez itt a bemenő. Végig padok, asztalok, szemetesek a tó körül. Az előbb fölmentem akkumulátort cserélni, olvastam a táblát, lehet fürdeni, csak saját felelősségre, és horgászni is lehet ezen a kis tavacskán. Tehát itt van a tábla, amit mondtam, ki van írva, tisztelt látogatók, a hétöles tóban fürdeni csak saját felelősségre lehet. És pecázni is lehet, az is ki van írva alá. Itt szerintem különböző rendezvényeket is szoktak tartani, mert 220 volt is van. Itt vannak a konnektorok, nem is egy. És szemben a naplemente. Most van 4:45. Én szerintem ezekkel a gyönyörű képekkel zárom is a mai felvételeket. Ciao mindenkinek, sziasztok!